Mező Misi mesélő című zenés előadói estjével Dunaszerdahelyen is fellép. Az ismert előadó művész a magánéletéből és a zenei pályája során megélt élményekről mesél. A történetekhez akusztikus gitárkísérettel játszott dalok kapcsolódnak, amelyek meghatározóak az életében. A műsor tematikája nem kötött, a közönség interaktivitása és hangulata függvényében változhat. A rendezvény március 30-án csütörtökön 19 órakor kezdődik a Kultúrházban. A Városi Művelődési Központ színházterme április 2-án vasárnap 19 órai kezdettel színházi előadás helyszíne lesz. A Szarvasi Cervinus Teátrum Iván Stodola Te a Szenátor Úrnál című színdarabját mutatja be, amelyet a felfelé nyalás, lefelé taposás vígjátékának neveznek, és 1931 óta nagy sikerrel játsszák a színházak. A főszereplő Slivko úr, aki előtt felcsillan a felemelkedés lehetősége, ezzel együtt azonban fenekestül felfordul az élete. A listavezető DAC labdarúgó csapata április 2-án vasárnap 19 óra 30 perctől újabb fontos bajnoki mérkőzést játszik a MOL Arénában. Az ellenfél a negyedik helyezett Zsonlai Gárda lesz. Ebben a bajnokságban a két csapat harmadszor mérkőzik meg egymással. Tavaly júliusban Zsonlán 1-1-es döntetlen született, az októberi Dunaszerdahelyi összecsapásukon pedig a DAC nyert 5-2-re.